Ma megjött a második sín rendelésünk, és fel is vettük Litával most a kis videónkat róla, és megint annyi van, és valamiből duplán is vannak. De most a Lita kiállagatja azokat, amiket te tudod szívesen ajándékba egy kislánynak, bizony! És kérdétek el, hogy olyan aranyos volt, hogy jött ez a gumimacis csat, többől kettő jött, és azt mondta, ez tetszett neki a legjobban, meg ez a nyuszi is. És a nyuszi is belés adja ezt szívesen egy kislánynak, és ezt is, a kis gumimacis csatot is, és még egy csomó mindent fogunk itt kiválogatni. Úgyhogy lesz még egy nyereményjátékunk, és akkor lesz egy kis szerencsés kislány, akinek nagyon szívesen elküldjük majd. Hát ez rengeteg. És akkor ami marad, azok pedig feltűzésre, vagy felcsatolásra kerülnek erre az unikorn is. Hát ebből most így semmi nem látszik. De ide fogja majd kikanada a szín szerint, ugye? Feltűzni. És most ezt átnézzük, hogy mi az, ami tetszik neki nagyon, mi az, amiből több van, és akkor kiválasztja, hogy mit ad szívesen akkor oda belőlük. Itt talán jobban látszik. Szóval ezeket tölt ez biztosan oda. Na, valami motor. Ahogy elkezdek videózni, egyből valami hang. Szóval, ami marad, akkor a sárgákat ide szépen fel fogja csatolni a Liza. A sárga részre. Jó? Ez lesz a feladatod. Oké? Okay? Na, így kell elképzelni. Így lesz majd itt végig fűzve rajta. Noé bement fürdeni. Igen, már ennyit kiválasztott a Liza, hogy ezek neki annyira nem szükségesek, mert hát azért lesz neki sok sárga. Aztán a rózsaszínből is jó sokat, meg lilából is fogunk választani. Biztos, hogy kettő ilyet lerakunk ajándékokkal. A rózsaszínes árnyalatú az végigér. És mutatom hurkát. Ott napozik. Hát nem napozik, mert árnyékban van, de ott pihenget. Ők meg ott pancsolnak. Mi meg kész lettünk. Ha kész vagyunk, akkor én is akarom. Mehetsz, persze, menj te is nyugodtan. Vedd fel a fürdőruhádat. Fürdőruhádat vedd fel. Na, és akkor ezek azok, amik a Liza úgy gondolta, hogy ez másnak tetszett. Csomóból duplán voltak. Úgyhogy ezeket fogjuk akkor odaadni. Na, hiszen mindjárt megy medencézni ő is, úgyhogy megmutatom gyorsan, hogy így végig felpakolta az unikornisára csatokat szín szerint. A rózsaszín az jó sok lett. Na, menjél, szaladjál föl, Dani! Na, nézzük ezt a kis cseresznyés, rózsaszín cseresznyés gírlandot, amit szintén a sínről rendeltünk. Hát én azt hittem, hogy ez így egyben van, de ezek szerint hát ezt így nekem kell majd valahogy összefűzögetnem. Érdekes, minden esetre. Ugye Lili, segítesz? Segítsél nekem akkor. Tehát van hozzá egy ilyen műanyag tűszerűség, csak ezt itt el fogja fújni, de rakom ezt, hogy el fogja fújni a szél. Ja. És itt ez egy kis cserkó, és itt át kell az összes ilyen cserkón ezt így fűzni. Tehát, hogy így nekem kell megcsinálnom ott a gírlandot tulajdonképpen, de hát én nem DIY fűzjét rendeltem, vagy legalábbis ez nem volt azért a leírásban, hogy neked kell ezt összeraknod, szóval egy kicsit ezt furcsálom, de nem ideig megcsinálom. Hogyha már ide rendeltem, akkor megcsinálom ezt, meg nem tudom, hogy ez a ragasztó, ez így nem fogja leszedni a falat, amikor majd szedjük le róla. Na, majd meglátjuk, mi lesz ebből. No, ide tettük a Lizának az ágya fölé. Hát így ágyazott, de megint keresztbe rakta le a takaróját. Nem tudom, hogy milyen megfontolásban, de mindig így teszi. De legalább ágyazott.
Úgyhogy, hát igen, kicsit ott fejebb lett, mint ott. Hát így tartotta nekem, hogy szerinte ez így egyenes, úgyhogy itt oda tapasztottam. És olyan furi ez a ragasztó, hogy itt ez a 3M felirat, és nem mert leszedni. Tehát, hogy nem két oldalú ragasztó, hanem csak sima ragasztó. Úgyhogy ez a 3M felirat, ez így ott látszik, de hát mindegy. És ez a bordűr is majd egyszer valamikor majd lekerül innen. Szerintem azt beszéltük a Lizával, hogy amikor majd iskolába megy, az előtti nyáron fogjuk majd az egész szobáját valahogy. Hát ugye majd kell ide egy íróasztal ide, úgyhogy ez majd valószínűleg így fel lesz így állítva, és így fog itt állni, de majd meglátjuk. Ez még a jövő zenéje, ez még 2 év, úgyhogy... Úgyhogy most ide kapott egy ilyen kis cuki girlandot. És itt van ez még. Ezt szerettem volna neki ide. Hogy tegyük fel, de Laci nem szeretne sem szöget a falba sem. Fóri nem szeretne, úgyhogy meg szerint a ragasztó az nem fogja ezt a súlyt megtartani. Úgyhogy ez így itt van. Majd így ide beállítom így szépen. Akkor ez így itt lesz így a háttérben. Úgyhogy semmit nem akar ide se föl, ide a csupi részre sem, itt fenn a fal. Tehát így fölőre sem akar semmit fúrni, úgyhogy muszáj volt ragasztós módszerrel ezt így megoldani. Szerintem cuki, úgyhogy majd kíváncsi leszek, hogy mit fog szólni hozzá. Kis aranyos az így ott. Jó, innen nagyon látszik, hogy férte. Most már ez így marad, nem szedjük le ott a falat, ahova oda nyomtuk. Tuti lejönne ott a festék, úgyhogy ez most már így marad. No, eltelt. Hány nap is? Vasárnap. Vasárnap volt egy kis vlog részlet, és most meg már kedv van. Kedv van, ugye? Gyere, ott én papám. És ne tudjatok vele. Ittam magam most itt az autóban. Szóval jövünk az Osámba. Noéval. Ajándék. Nem tudom tartani, hogy beleférjen. Ja, Juszi. Szóval ajándékot venni a logopédus néninek, ugye? Ja. És szerintem, hogy olyan ajándékot találtunk, hogy így nagyon hirtelen egy unduláskor, így poénból mondtam, hogy mit szólna a Noé, hogyha vennénk neki erbetűvel kezdődő dolgokat. Veszünk rép, retket, hogy rot is vegyük, ropit, rágót, radírt, és ami még itt eszünkbe jut, és találunk. Úgyhogy Osámba jöttünk. Hozol egy kosárt? Hát, ja nem, apa hozol nagy kosárt, akkor gyere velem. Ne. Gyere. Megyünk, megnézzük először az akciós pultot. Szóval, hogy ezekből a dolgokból csinálunk réparetek csoport. Jó? Jó. Ugyanis megtanította neki az R betűt. Úgyhogy, hát... Most egy 280-ig, mint én bögrét vagy. Mondjad? Ügyes vagy. Gyere. Vagy egy, mit tudom én, virágot, amit lehet, hogy nem szeret gondozni, cserepes virágot, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor ez lesz. Jó? Jó. Megnézzük az akciós pultot, gyorsan, és utána kereskélünk erbetűs dolgokat. Mi ez? Hot dog. Mit? Nem tudom, mit mondál. Van még egy csomó. Hot dogocska itt. Hot dog. Nem hot dog. Hot dog. Hot dog. Aha. Klasszikort is ez a jó. Ja. Egy csodáros, ez a jó. Hordog! Hot! Laktózmentes turó. Veszünk egy laktózmentes turót. Hol a kosarad? Nem tudom, hol álltál. Sajtkrém. %30 van. Vigyünk Alinak sajtkrémet. Ha vagy, Judikám.
Berakod a kocsiba? Vannak még valami lé. Hát én nem kérek most tejet. Szerintem... Igen, és mennyi? 80-ben van. Csak az elkerülje. Én most nem kínálom azt. Ki tudja. Alittól mit kapunk el, nem szeretnék vár most. Jelens Isten, mi? Nyuszika, tarhonyás húst kéred? Igen. Tarhonyás húst? Igen, szeretem. Ezt szeretnéd? Igen. Tutira? Tuti. Akkor nézzünk egy szebbet neked, jó? Van itt egy csomó belőle. Azt kérlek. Nem. Jó, van, vigyázz. Na. Van itt neki szilvaleves is. Zöld bab főzelék. Kolbász karikával. Megállódik. Az van sok most otthon, ezt nem veszünk, baba. Nem. Fúj! Na. Jó van, menjünk répázni, jó? Ez keserű csoki is. Eltünk, ott van alma. Alma, együk le! Ez drága. Na menjünk, gyere, ham. Mindig friss, most itt vissza a Naci, zöldségesnél vagyunk, járjuk sorra a zöldségeseket, igaz, Tudika? Egyszerűen nem találunk, az Oceánban pocsék volt, az összes zöldségesnél pocsék, a répa állomány, a retek meg nincs is, vagy csak ilyen zacskózott, ilyen kukacos lukasok vannak, én nem tudom, mi történik. Olyan kisboltokba is bementünk itt érdem már, ahol még sose jártunk, vagy ilyen méregdrága kisboltak. Na, az egyikben sikerült venni mogyorót. Az Oceánban ki volt fosztva a mogyoró részleg is. Sem a Rossmanban nem volt, sem az Oceánban bent nem volt mogyoró, az a mogyi mogyoró, tehát hogy így csak az a ilyen amerikai, vagy mi, hogy hívják ezt, vagy a mogyoró? Az amerikai mogyoró volt, csak azt nem akartam. Ilyen kis mogyis zacskót szerettem volna, vagy ilyen kis diákcsemegeszerű. Na, itt a méregleg a kisboltban találtunk, igaz, Noé? Nem igaz, hogy azt hittem, hogy tök egyszerű találtunk ki, és találunk, mi van most, június vége van, László nap van. Június 27-e van, úgyhogy egyszerűen nincsenek szép zölddel rendelkező répák, csak ilyen fonnyat, ronda, csúnya barnák, hát azt még nyilván nem akarok adni. Pepkóban megvettünk egy kosarat neki, igaz? Hát az legalább már megvan, a kosár rész megvan. Szóval itt érdemel lépten nyomon, ilyen nem tudom, 500 méterenként van egy-egy zöldséges, úgyhogy most azokat járjuk sorba, 17 óra 36 van. Magdika van otthon a Lizával, a Liza fölment a szobájába, mert Alex ma már kétszer hányt. Múlt héten volt az óviban a hányos hasmenős vírus. Hát úgy látszik, hogy oda hozták Alexnek, úgyhogy meg vannak számlálva itt a napjaink szerintem. De nem örülök neki, azt hittem már, hogy megúsztuk. De Laci most kicsit továbban ment, hát ha itt talált retket. Retek az meg csak ilyen előre csomagolt, ilyen szár nélküli, ilyen kis, sok-sok kis ilyen rothadt golyóban. Elhúzt hűtőpultban általában, szóval én nem értem, hogy miért nincsen nyáron semmilyen zöldségünk, igaz, Muszika? Igen, se répánk. Se répánk, se retkünk nincsen, de magyarunk már van. Meg majd így beállítgatjuk. Hát ezek egész jók. Jaj, de jó, na ügyes vagy. Hozzad a portékát! Nekem meg. Nem elég, hogy magamat leittem, úszik az egész táskám. Hát, mert ilyen nyomokat hagytam magam mögött. Az Oceánban is.
Szóval ezt a palackot nem vettem, ezt a gyerekek kinyitották, és ezt a kis bütyköt ott nem raktam, tehát bezárták oda a kupakjába, és így, ahogy beraktam a táskámba, így kifolyt az egész. Hello, Lili. Szóval kifolyt az egész víz a táskámba. Cicic, gyere! Gyere, cica! Gyere, cicicicicic! A puszedli. Csak nem ráfókuszál. Ott van a tányérnál a puszedli is. Cic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 
kaját az asztalra. Itt a kaja, gyere, titit, gyere. Gyere, egyed, itt van. Egyed nyugodtan, gyere. Titit. Na, elkészültek a rajzok. És akkor majd hazajönnek Noéjék, és ki lehet színezni. Én rajzoltam őket, de hát ez gondolom úgy is látszik. Répa, rénszarvas, repülő, retek, roller, rugó, magyaró, rágó, rakéta, pöttyös túró, Rudi, rózsa, róka és rák. Na, mit szeretnék kiszínezni? Melyiket? Az űrhajót? Az űrhajónak ugye itt van a tűz, ez piros. Ez ugye narancssárga. Utána ezt átadom neked, jó? Először a Dudika, jó? Jó. És milyen színű lesz az űrhajó? Lehet így bármilyen. Úgy. Bocsánat. Jó. Oké. Jó. Jó, szép. Na, akkor ők ezt kiszínezik. Igen, Ali? Jó, már jobban van a legszerencsére. Vacsorázott is, szóval beletesszük. Hogy tegyem így? Igen. Vagy a másik, így jobb, nem? Vagy a másik irányba? A másik irányba. Így? Hát így jobb szerintem. Nagyon. Így szebb volt. Jó, akkor beleállítom. A kis, jaj, félkézzel, na jó, ma megcsinálom. Csuka retek. Elviszik a bodába. Igen, holnap adod Marcinéninek. Na, elkészült. Itt a ropi, a rágók, a répákat így. Itt a zöld. A magyaró. Meg a rágó, és akkor majd még lesz neki a rajz. De nekünk veszem magyarót. Magyarót? Igen. Van nekünk magyarónk. Ezt is, akkor viszed holnap, oké? Olyan cuki. Hát, kapott valahol olyan ilyen ajándékot, Marci néni. De teszem a táskába. Persze. De most még ne. Még színezél, egyébként meg le fogod törni a répákat, majd külön viszed, jó? Beletesszük egy dobozba külön. Melyik lesz a következő? Mit színezel? Szerintem nem tudom már. Repülőt? Csak ablakokat, azokat kiszínezem. Azokat hagyd ki az ablakokat szerintem, és legyen kék a repülő. Mit szólsz? Jó lesz. Úgy jó lesz? Igen. Na, ügyes. Nagyon csokott lenni a igazi repülő. Szádom, ha megint az étlap édesem. Na, jó, hello Lili. Marcinénnyel dolgozunk. Hogy jönne a pipi? Lili. Ez a Lili, nem a pipi. A pipi bement. Nem a azt hitted, hogy ő az. Ja, itt a Lili. Pipi. Na, színezzél, baba. Ott a repülőt kezdted ott. Ügyesen. Na gyere, visszük a pályát. Oké, vigyük. Lili, vigyázz! Apa, kutyám! Apa! Boldog! Boldog névnapot! Boldog névnapot! Szomány! Kis leves és kis ajándék! És mit kaptam? Levelet! Mit kaptál? Jelvényt kaptál! 10 óta legyél!
akkor szerencs. Na? Most! Gyere, Ali, te is, gyere! Csinál neked, neked is csinálni egy ajándékot. Igen, Alex rajzol neked. Gyere, hozzad. Hozzad, gyere, hám, gyere. Gyere, neked is itt, neked is van.